Nagy boldogság. Tehát amikor valaki épít valamit, és aztán egy ilyen szintű visszaigazolása van, akkor az egy jó érzés. Tehát akkor valószínűleg jó dolgot csináltunk. Semmit soha nem adunk fel, tehát ez a legfontosabb. És nagyon-nagyon jó emberekkel vagyunk szerencsére körülvéve. Ez mindig óriási lendületet ad, akkor, amikor mondjuk éppen készülnek belefáradni az egészbe. Tehát ez hihetetlen mennyiségű energiát igényel ez a dolog. Maga fenntartása is, nem beszélve a bővítéséről, tehát az egészségesen mindig egy kicsit fejlődni kell. Ez egy nagyon fontos dolog volt az életünkben, hogy tulajdonképpen mindenféle kötelezettség nélkül kezdtük el, és mindenféle elvárások nélkül. Saját magunknak állítottunk fel elvárást, az volt a cél, hogy lehetőleg mindenből mindig a legjobbat kihozni. És aztán idáig jutott ez a dolog, hogy ma már rengeteg vásárlónk van, nagyon sokan nagyon szeretik a dolgainkat, rendszeresen visszatérnek, és ez tényleg egy igazi jó dolog. Amikor boldog emberekkel van valaki körülvéve, azért az átsugárzik mindenkire.